Köszöntelek, Jónásné Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus, valamint a Life Numbers életút elemző módszer megalkotója. Ennek a mai videónak egy másik videó lesz a témája. Ezt a másik videót szeretném én nektek egy kicsit alaposabban kifejteni és boncolgatni, hogy mi az, ami iszonyatos nagy férevezetés félrevezetés, átverés benne, és azt szeretném nektek megmutatni, hogy mennyire palira vesznek bennünket abban, hogy van önálló gondolkozásunk, hogy van önálló világ értelmezési módunk, ehelyett vannak emberek, akik azt gondolják, hogy mi már olyan szinten vagyunk, amelyik szinten mi semmit nem tudunk felfogni a világból, és kellenek emberkék, akik megrágják helyettünk a világ értelmezésének a dolgát, illetve magát a világ értelmezését, és ezt a megrágott nyálas katyvaszt próbálják lenyomni a torkunkon. És azt látom, hogy nagyon sok ember minden undor és minden kritika nélkül lenyeli azt a rengeteg hányadékot, amit vannak emberek, amik előtte megrágnak és visszabüfögnek nekünk, hogy mi is az szerint táplálkozzunk, szellemileg is, lelkileg is, pszichésen is, és hogy mi is úgy lássuk a világnak a dolgait, mint ahogy ők nekünk moslék formájába elénk tárják. Nagyon sokat fogok idézni ebből a videóból, aminek a linkjét megtaláljátok majd itt az én videóm alatt, illetve találtok majd ott egy könyvnek az elérhetőségét is, elérhetőségi linkjét is. Ezt is ajánlom a figyelmetekbe, hogy érdemes megnézni, mert ebben is szó van a, abban a videóban, ami a Férfiak klubjában hangzott Elbedő Imre előadásában, illetve egy másik ö, ö, videójában, ami szintén az ő videója, és abban pedig arról beszél, hogy miért jó a, a nyakleves, mint egy gyermeknevelési eszköz. Ö, így kezdi a videó készítője, hogy a mai téma egy felismerés. Modern mozgalmak térítenek el minket. Nem akarok senkit megnevezni, de azért néha elmondom, mondja a videó készítője, hogy akikről beszélek, azok a liberálisok és a neomarxisták. Tehát a Bedő Imre tett egy hatalmas nagy felfedezést, hogy modern mozgalmak térítik el a hozzá hasonló, illetve a férfiak klubjához csatlakozó, hasonló szőrű, nagyon képbelévő, nagyon ért értelmi, krémnek nyilvánított elit társaságot, illetve az embereket ezen a világon modern, modern mozgalmak térítenek el a jótól. És mielőtt itt tovább mennék erre a modern mozgalomra, szeretnék szintén egy-két idézetet a, ettől az uli embertől felolvasni, ami szerintem nagyon fontos annak a megértéséhez, hogy megértsétek azt, hogy mit tart ő önmagáról, hogyan látja ő önmagát, hogyan látja a többi embert, és azt is szeretném, ha látnátok, hogy vannak fejek, amelyekben iszonyatos nagy gondolati és logikai káosz van, illetve vannak fejek, amelyek abszolút nem tudnak gondolatilag a valósághoz, a realitáshoz kapcsolódni, és ezt nem csak én mondom, hanem mondják hozzám hasonló emberek is az előadásaikban, hogy Borzasztó, szörnyű dolog az, amikor valaki úgy próbálja eladni a saját ideológiáját, hogy az megközelítőleg sincs kapcsolatban a valósággal, és hogy milyen szörnyű, amikor ezek az emberek a realitástól, a valóságtól elszakadva olyan eszmét, olyan ideológiát próbálnak ránk erőltetni, ami abszolút nem valósághű, nem az életnek megfelelő, hanem egy kitalált, megideologizált, egy teljesen elferdített téveszme, rögeszme rendszer. Tehát ezt mondja a bedőimre. Egy közéleti ember, ha akar, hanem példaképpé válik. Ez számára borzasztóan fontos, hogy ő példakép legyen, és ő mögé besorakozzanak az emberek. Így folytatja tovább, hogy ezeknek az példaképpé váló közéleti embereknek a pozitív cselekedetei is, és a hibái is, tömegeknek a gondolkozását és a sorsát befolyásolja. És ez valóban így van. Mert nagyon sok emberrel elhiteti azt, hogy ő mennyi mindent jól gondol, és hogy ő elétárja az embereknek a valóság értelmezésének a megfelelő módját, és mindenki ezt az értelmezést építse be a gondolatiságába, a másik emberhez való kapcsolatába, illetve a családi életébe és a gyereknevelésbe is. Azt mondja Bedő Imre, hogy ő igyekszik nem úgy élni, mint ahogy látja másoktól. Tehát teljesen elhatároja magát a többi embertől. Ő a tökéletes, ő a szuper, ő a mindent helyesen látó helyesen gondolkodó jól ő logikai sorrendben lakó e, e, rakó eszmerendszer, aki Megtudja, tehát úgy élje az életét, hogy abba a hiba nincs. Azt mondja, hogy tehát igyekszek nem úgy élni, ahogy látom, az én hitelességem nagyon-nagyon fontos nekem, és az is, hogy igaz szó jöjjön ki a számon. Na itt számomra van egy csomó kérdőjel. Tovább folytatja, hogy me mindent megteszek, hogy úgy éljek, ahogy beszélek. Ezt el tudom képzelni, hogy a sok téveszme, rögeszme és nem megfelelő ideológia mentén él és úgy neveli a gyerekeit is, és azt mondja, hogy mindent megtesz azért, hogy példája legyek annak, amiről itt, már mint az ő csatornáján szó van. Embert próbáló erőfeszítést teszek ezért. Hát ezt is elhiszem. Iszonyatos nagy energiába kerül az, amikor valaki a hülyeségét védelmezi, ahelyett, hogy a valóságba, a valóság megélésébe fordítaná az energiáját. Tehát embert próbáló erőfeszítést teszek azért, hogy úgy éljen, ahogy ő elmondja, elég jól csinálom, ő szerinte, néha vannak hibáim, hát egy kis szerénytelenség, vagy szerénység is belefér a dologba szerinte, és ezeket a hibákat néha bevallom. Ez a baj, hogy csak néha. Mindig fel kellene ismerni, és mindig be kellene vallani, és akkor lesz valaki hiteles ember, akkor lesz valaki autentikus ember, önazonos ember, aki a hibáid bevallva, azokat javítva tud élni, nem pedig megrekedott, hogy hébe-hóba rájövök arra, hogy hülyeségeket beszélek, és hébe hóba, azért, hogy kitisztázzam a saját hülyeségeimet, mondok még nagyobb hülyeségeket. És van még egy harmadik idézet is tőle, hogy a mai elszigetelt, önző ember, mindannyian ilyenek vagyunk, tehát akkor ő is, és tovább mondja, hogy csak nem tudjuk. Tehát a ma, ma az emberek elszigeteltek, önzőek, mindenki ilyen, csak nem tudjuk. Azt gondoljuk, hogy mi igazak vagyunk, és gyakran észrevesszük magunkon, hogy mennyire nehezen alkalmazkodunk másokhoz, és hogy mennyire nem mi vagyunk a legokosabbak. Hát ez nagyon jó dolog, hogyha ezt észreveszi. Csak az a baj, hogy mindig hozzáteszi, hogy ő ugyan beszédbe azonosítja magát a saját nemzedékével, de ő nem él úgy, mint a nemzedéke, tehát ő kivétel. És bármit, amit megállapít, ráadásul azt, amit negatívként állapít meg az emberekről, gyerekekről, családokról, fiatalokról, a Különféle nemzedékekről az tuti, hogy helyes, és mindenki más, az szar, az rossz, és rosszul működik. <kül> és ugye azt mondja a Bedő Imre a, a videójában, hogy ő rájött arra, hogy hogy a mozgalmak, téri, különféle mozgalmak, a liberális és neomarxista mozgalmak térítenek el bennünket a jó útról, és mivel ő egy előgondolkodó, megrágja a dolgokat, elénk tárja, nekünk ezt be kell venni a sok maszlagot, és ő rájött arra, mint előgondolkodó, meg tudja magyarázni, hogy honnan származik az iskolai bántalmazás. Na hát ez egy nagyon szuper dolog lenne, ha tényleg rájött volna, hogy honnan származik az iskolai bántalmazás. Nagyon egyszerű. Otthonról, a családból származik, abból a példából származik, amit a gyerek megszületésétől kezdve lát, azt viszi tovább. Onnan származik az iskolai bántalmazás abúzus, hogy a gyerek látja, hogy apuka megüti anyukát, vagy anyuka megüti apukát, látja azt, hogy hogy viszonyul a szülő a nagyszülőkhöz, vagy esetleg őket is hogy bántalmazza, hogy mekkora a függőség, mekkora az alkoholizmus, mekkora a trágárság, mekkora a hűtlenség, ezt mindet otthon látja. Nem csak a tévéből, meg nem csak az internetről, hanem a saját családjába látja a gyerek. És ezt viszi tovább. És amikor a gyerek azt mondja, hogy neki jogában áll megbüntetni a másikat, vagy jogában áll abuzálni a másikat, akkor ehhez a példát a családból, a szülőktől, testvérektől, nagyszülőktől, hozzátartozóktól veszi, és ezt a mintát viszi tovább. Ne felejtsük el, hogy egy gyerek hat évesen, hozzáteszem, esetleg 7 évesen kerül iskolába, mert a bölcsé és az ovi az nem iskola, tehát 6 évig a szülő kezébe kell, hogy legyen a gyerek, és a szülő neveli a gyereket olyanná, amilyenné első osztályba a gyerek bekerül a közösségbe, az iskolai közösségbe. <kül> és ezt tudom nagyon jól, mert évekig tanítottam első osztályos gyerekeket, tehát egytől négyig tanítottam a gyerekeket, és tudom, milyen állapotba kerülnek be a gyerekek az első osztályba. Nagyon sok gyereknél láttam, hogy mit hozott magával a családból, láttam a félelmeiket, a szorongásaikat, az örömeiket, a bánataikat, láttam a viselkedési mintájukat, láttam azt, hogy milyen felszereltséggel, tudással, műveltséggel, közösségképességgel jöttek el ezek a gyerekek a családból. És hozzáteszem, hogy ezek a gyerekek, a gyerekeknek a nagy része már a bölcsődében közösséget alkot. Már az óvodában közösséget alkot, mert egy időben születtek körülbelül. És ezt a közösséget hozzák tovább az iskolába, tehát én évekig tanítottam olyan gyerekeket, akik ugyanabba a bölcsödébe jártak, ugyanabba az óvodába jártak, és ugyanúgy egy közösséget, egy csoportot, egy osztályt alkottak ott az iskolában is. És már, amikor oda kerültek első osztályba hat évesen, már megvolt köztük a hierarchia, megvolt köztük az előítélet, megvolt köztük az, hogy ki kit csufol, kit közösítenek ki, kit rekesztenek ki, ezt már hozták magukkal. Már akkor náluk volt, már akkor bennük volt, amikor még semmilyen modern szervezet, semmilyen liberális és semmilyen neomarxista szervezet nem jött be az iskolába érzékenyíteni. Én 66-ban születtem, engem ilyen hülyeségekre senki nem érzékenyített. Van egy tanmenet, van egy oktatási törvény, aminek meg kell, hogy feleljünk, amit meg kell tartani, a tananyag, amit meg kell tanítani a gyereknek, viselkedésmódok, amiket gyakorlunk, de az alapot már otthonról hozza a gyerek, a családból, a szülőtől. Amikor a gyerek elszólja magát, hogy de az apám azt mondta, hogy minden tanár hülye, vagy hasonló dolgok, vagy a. meg kell, hogy verjük a nőket, meg azért lököm el a lányokat, meg húzom meg a hajukat, mert ö, ezt tanultam otthon, vagy ezt mondta ez, meg ez a rokonom, hogy de azért keményíts be és így csinálj. Ezekkel a kész mintákkal jönnek a gyerekek. És nekünk, pedagógusoknak valóban nagyon oda kell tenni a tudásunkat, energiánkat, képességeinket. Hogy ezeket a kész mintákat, ezeket a nagyon rossz irányba menő készmintákat, amit a gyerek a családból hoz, ezt a kész mintát valahogy jobbá formáljuk, emberségesebbé, szeretetteljesebbé formáljuk. Én nem emlékszek soha arra, hogy én, amióta pedagógus vagyok, bárki is az én osztályomba bejött volna és érzékenyítette volna a gyerekeket, a liberális meg a neomarxista eszmékre. Soha nem volt olyan, hogy bárki jött volna és a gyerekeket arra buzdította volna, hogy, hogy iskolai abuzusban vegyenek részt, hogy szaporodjon az iskolai bántalmazás. Ilyen nem volt. És ezt tényleg én a gyakorlatból tudom. 87-től tanítok. És 1987-től tudom azt, hogy a, abban az iskolában, vagy azokban az iskolákban, ahol dolgoztam, azokban az osztályokban kik jöttek látogatni, kik jöttek megnézni az órát, a, a gyerekeknek a munkáját, az én munkámat. Tudom, hogy jöttek tanfelügyelők, igazgató, igazgató helyettes. De egyetlen egy sem volt közöttük olyan, aki úgymond a modern, liberális és neomarxista eszmékkel érzékenyítette volna a gyerekeket. És azt mondja bedőimre, hogy ezek a modern mozgalmak ők térítenek el a jó útról. És akkor mond egy, egy nagyon csodálatos körmondatot, ami Amiben ismétli önmagát a hülyességét, szó szerint idézem: mozgalmak, ők térítenek el a jó útról, és ők azok, akik vissza akarnak hozni a jó útra. Maguknak bizniszt teremtenek, hogy pénzbe kerüljön majd, hogy őket kifizessük, hogy vissza, tudja, vissza tudjanak hozni majd a jó irányba. Tehát egyrészt jönnek érzékenyíteni a rossz irányba, Másrészt várják tőlünk a pénzt, hogy majd ők visszavisznek bennünket a jó irányba. Ez egy akkora ökösség, hogy még értelmezni is nagyon nehéz. És azt mondja, hogy ez számára most kiderült, hogy ők visznek el egy másik irányba, és onnan pénzért hoznak vissza. És az milyen érdekes. Hát számomra is érdekes, hogy az derült ki a második gondolatkörbe, ami az első gondolatkörbe szintén hülyeség volt, és ez micsoda nagy felfedezés, hogy ő felfedezte, hogy aki rossz irányba visz el bennünket, az annak mi még fizetünk is, hogy jó irányba visszahozzon bennünket. Most ez egy kicsit hasonlít a, a Munchausen szindrómára, hogy a, az anya, a gyerek gondozója megbetegíti a gyereket, bántja, bántalmazza, egészségkárosodást okoz neki azért, hogy Később az anyára figyelve, őt is tenítve, hogy ő micsoda gondos anya, és hogy ő tudja gondozni a beteg gyerekét, őt felmagasztalják. Tehát ez egy kicsit ehhez hasonló, hogy beteggé teszem, bántom, hogy majd utána én legyek az, aki majd jót teszek vele. Ugye ott van például ugye a, az, az egyházakban is ott van az, hogy, hogy esetleg a a pap bántalmazza a gyereket, olyan dologba viszi bele, ami az egészségtelen fejlődéséhez járul hozzá a gyereknél, és majd ő lesz az, aki gyóntatja, aki majd vigasztalja, aki majd megy a családot látogatni. Tehát hasonló elmélet szerint gondolkozik Bedő Imre is, hogy az a, azok a szervezetek, azok a modern mozgalmak, Amik elvisznek minket a rossz irányba, azok majd pénzért vissza fognak hozni bennünket a jó irányba. És ez egy érzékenyítés, és hogy ezek a szervezetek hihetetlenül jól megélnek ebből, mert rengeteg cég támogatja őket, mert ők egy abszolút fontos munkát végeznek. Minél többet dolgoznak ezek a szervezetek, annál többet bántalmazzák a gyerekeket az iskolában. Tehát úgy néz ki, mintha az iskola beengedné a modern, úgymond modern szervezeteket, hogy megerősítsék a gyerekekben a bántalmazást, és hogy minél többet bántalmazzák a gyerekeket az iskolába. Ki bántalmazza? A gyerekeket az iskolába. Az igazgató, a helyettes, a nevelő, a pedagógiai asszisztens, a gyógypedagógus, a zenepedagógus ki bántalmazza a gyereket az iskolában. A gyerek hozza otthonról, ha őt bántalmazzák, és ő ennek a mintának megfelelően fog bántalmazni. De nem azért, mert a pedagógus, meg az igazgató, meg a nem tudom én ki agyba főbe veri a gyereket és bántalmazza. És nem ezt a példát látja. És a gyerek nem azt a példát látja, hogy a pedagógus ott áll karba tett kézzel a, a, az osztályba, és akkor hagyja, hogy úgymond modern szervezetek arra érzékenyítsék a gyerekeket, hogy bántalmazzák egymást. Ez egy akkora ökörség, hogy hogy egyszerűen nem tudok csak felháborodással beszélni erről, mert ezzel próbálja a, a férfiak klubja elhitetni az embereknek a nagy részét, hogy mert a liberálisok meg a neomarxisták, mert ők a rosszak, mert ők modern mozgalom, modern szervezet. Hát ugyanilyen modern mozgalom és ugyanilyen modern szervezet. A férfiak klubja is 2013-ban lett megalapítva, ugyanúgy külső támogatásból élnek, kormányzati, illetve nagy cégeknek a támogatásából élnek, és ezeket a támogatásokat használják fel arra, hogy ők érzékenyítsék a hülyeségre. Mind a felnőtteket, mind pedig a, a próbálják a fiatalokat bevonni, és sérelemként van előadva, hogy a fiatalok nem akarnak hozzájuk csatlakozni. És ugye azt mondja, hogy minél többet dolgoznak, ők annál több bántalmazás van az iskolában, persze. Mert azt mondják, hogy ja, a bedő is azt mondta, hogy a nyakleves megengedett. A nyakleves az egy oktatási, nevelési, emberfaragási módszer. Na hát, ha megengedett, akkor. Ó, csak nyakon vágtam az osztálytársamat, ó, csak nyakon vágtam a pedagógust, mert az egy nevelési módszer. Hát nevelem az osztálytársamat, nevelem a pedagógust, nevelem otthon az anyámat, az apámat, vagy ők nevelnek engem egy nyaklevessel, és ezt a mintát látom. Hogy ezt kell majd továbbadnom a gyerekeimnek is. És ugye felteszi a, a bedőimre a költői kérdést, hogy honnan származik ez a bántalmazás. És megadja rá a választ, hogy a liberális narratíva szerint a régi nevelési módszer az rossz, és újat kell alkalmazni, és le, hogy le kell cserélni a. Az egész nevelési tárunkat, a nevelési eszköztárunkat és a liberálisok okozzák azt, hogy az iskolában iskolai bántalmazás van, mert ők érzékenyítik erre a pedagógust is, meg a gyerekeket is. Szó szerint ezt mondja, hogy hogy állt, hogy sokkal rosszabb a helyzet ma az iskolákban, mint régen volt holott a világot javítják, vagy legalábbis ő úgy gondolja, hogy ő javítja a világot, és hogy hogy állt ez elő, hogy most rosszabb a helyzet, mint régen volt, a magyarázata az iskolai bántalmazást a liberálisok okozzák. Az ő elveiknek a követésének a következménye, hogy egyre nő az iskolai bántalmazás. A következő videómban részletesen fogok beszélni arról, hogy liberális meg konzervatív. Ennek nem csak elméleti alapjai, ideológiai alapjairól fogok beszélni, hanem sokkal másabb szempontból orvosilag, pszichológiailag, tudományilag fogok beszélni róla. Tehát most ezt, ezt félreteszem, nem magyarázom, hogy mi az, hogy liberális nevelés. A liberális nevelésnek, csak annyi a, ugye a lényege, hogy, hogy az egyénnek nagyon fontos szerepe van. Az egyén fejlettségének, szabadságának, önkifejezésének, fejlődésének óriási ö, szerepe van a liberalisták szerint abban, hogy milyen társadalmat, milyen közösséget építünk. Míg a konzervatívaknál az egyéneket el kell nyomni, mindenki álljon be egy közösségbe, legyen egy hierarchia, legyen egy vezető, legyen egy autokratikus... Ö, Eszmerendszer, amit mindenkinek ugyanúgy kell gondolni, ugyanúgy kell értelmezni, ugyanúgy kell betartani, ugyanúgy kell megkövetelni a betartatását, és ugyanúgy ki kell kényszeríteni, hogy mindenki betartsa. Tehát a konzervatív és a liberális között nagy vonalakban ez a különbség, és most ö, szeretném tovább folytatni azt a ö, gondolatsort, amit Bedőimre mond, hogy tehát, hogy a bánta, az iskolai bántalmazást a liberálisok okozzák az ő nevelési elveikkel, amiket, hogyha követünk, hogy mindent meg lehet engedni a gyereknek, akkor ez lesz a következménye, hogy bántalmazzák egymást. De előtte elmondja, hogy a liberálisok azt mondják, hogy verték régen a gyerekeket. De ez nem így van. És hozzáteszi, hogy persze van, akit vertek, és ez oké. Okay. Tehát Bedő Imre szerint ez oké. Okay. Majd amikor részbe kap, akkor azt mondja, hogy nem volt jó, és nem volt általános. De voltak, akiket vertek. Már a régi időkben is. És hogy a régi időkben, amit ő régi időknek mond, meg ami, amire ő állandóan célozgat, hogy az ő mert az ő szülei, az ő nagyszülei, felmenői azok nagyon tudták a régi erkölcsi értékeket, és mennyire betartották és betartatták a gyerekekkel, és mennyire nem voltak liberális eszméket vallóak. Tehát a, a, a Bedő család az, az nem liberális eszméket vall, hanem konzervatív. És azt mondja, hogy elmondja, hogy őt hogy, ne, hogy nevelték igazából, illetve ugye nevelésének milyen, hogy viszonyultak hozzá. Ezt mondja szó szerint. Édesapám azt mondta, hogy mindegy, hogy mit csinálok az iskolában, csak őt ne hívassák be miattam. Hát, ha ez nem liberális nevelés, akkor nem tudom, hogy mi a liberális nevelés. Tehát azt mondta az édesapja, hogy mindegy, hogy a bedőimre mit csinál az iskolába, csak őt az apukát ne hívassák be miatta. Ez azt jelentette, hogy ha bármilyen butaságot csináltam, azt én inkább elintéztem. Tehát ő is csinált a nagy erkölcsi kantortanítói és egyéb felmenőinek az erkölcsi értékrendjét átvéve, mégis csinált butaságokat, és azt ő inkább elintézte, be Kiálltam, megoldottam, vállaltam érte a felelősséget. Nem voltak különösebb nagy büntetések, hál' Istennek, pedig nagyon a sűrűjét éltük. Tehát, hogyha ő nagyon a sűrűjébe volt, és nagyon nem tartotta be azokat a szabályokat, amiket elvártak tőle, mert hogyha a sűrűjébe ért, akkor nagyon sok hülyeséget csinált, nagyon sok szabálynak Ellent mondott, de örül annak, hogy nem kapott érte nagyobb büntetéseket. Úgy, ahogy tudta, szépen elintézte a dolgokat. Tovább folytatja, hogy mi szabadjára voltunk engedve. Totál liberális nevelésnek állít. Tehát a liberális nevelés pont ilyennek állítja be, hogy a gyerek szabadjára van engedve. Tehát mi szabadjára voltunk engedve. Felnőtt nem volt a játék ideje alatt a környéken, és nekünk el kellett dönteni, hogy felmászunk-e a fára, és ha igen, le tudunk-e jönni róla épségben. Vagy hogy éppen összebalhízzunk-e a szomszéd gyerekkel, vagy sem, és ezek után délután képesek leszünk-e együtt játszani, mert nem volt más, aki az összerezzenéseket, vitás helyzeteket megoldja helyettünk. Nagyon nagy lelki munka volt visszamenni abba a közegbe, ahol korábban nem elegáns módon oldottunk meg egy problémát, és ki kellett békülni. A mi kezünkben volt mindennek a felelőssége, és ez nagyon jó érzelmi, intelligenciai edzés volt, hogy tudtuk ennek mentén, hogyan kell bánni az embertársaimmal. Tehát azt mondja a bedőimre, hogy szabadjára voltak engedve, bármit csinálhatott az iskolába, csak ne nem, ne kelljen bemenni a szülőnek ő miatta. Aztán azt is mondja, hogy ha összebalhéztak a szomszéd gyerekekkel, ha a vitás helyzeteket nem oldották meg olyan elegánsan, ez nem mind bántalmazás. Gondolom nem csak kiabáltak egymásra, hanem veszekedtek és verekedtek és bántalmazták egymást, sérüléseket okoztak egymásnak, és neki kellett elintézni ezt a dolgot. Tehát még felnőtt sem volt ott, aki azt mondja, hogy drága fiam, ekkora meg ekkora marhaságot csináltál, és figyelmeztette volna őket, hanem ők az ő szabályrendszerük alapján elintéztek, tud, mindent el tudtak intézni. Tehát ő gyerekfejjel annyira Példaértékű volt, és annyira jól gondolkodott, annyira értékrend mentén gondolkodott, hogy tudta vállalni a felelősséget a tetteiért, de már azt mondja, hogy a, a mai gyerekek már nem ilyenek, hanem a mai gyerekeknek egyszerűen nincs eszük. Nem tudják, hogy mit csinálnak. Azt mondja a bedőimre, azt mondja, hogy sem a, az önfegyelem, sem a másokra való figyelés, sem pedig a vállalás a gyereknél önmagától nem tanulható meg. Főleg gyerekkorban nem tanulható meg az önkorlátozás és az önfegyelem. A gyerek nem figyel másokra. Aztán azt is mondja, hogy gyerekkorban a gyerekornak az, az az ideje, hogy éppen addig megy a gyerek, amíg el nem jut a falig, és mindenkitől elvesz mindent, amit csak el tud venni. Tehát a gyerek nem tud magából embert faragni, nem tudja a szabályokat önszántából felismerni, nem tudja azokat önszántából betartani, hanem be kell vele tartatni kényszerrel, és olyan kényszerrel kell betartatni, amit egy évben egyszer jól oda csapok neki, és utána emlékezni fog arra, hogy ezt a szabályt be kell tartani. De nem a szabályra fog emlékezni, mondom én, hanem arra a verésre, amit akkor kapott, amikor valamit nem jól csinált. Ahelyett, hogy elmagyarázták volna neki a dolgokat, ahelyett, hogy jó, példával jártak volna a szülők, a környezet, a gyerek, előtt. A helyett egyszerű volt. Nyakon vágni, nyaklevest adni, megverni a gyereket, mert a felnőtteknek, és ezt is mondja Bedőimre, hogy, hogy nincs rá a szülőknek energiája arra, sem a társadalomnak, sem a közösségnek, hogy a, a gyerekekkel foglalkozzon, és mivel nincs rá energiája, a, azoknak akik felelősséggel tartoznak a gyerek, a gyerek gyerekért neveltetéséért, viselkedéséért, ezért energiahiányában rendkívül jó, energiaspóroló, fantasztikus eszköz volt a pedagógusoknak és a szülőknek a kezébe arra, hogy energiát spóroljanak, és ezt hívták nyaklevesnek. A videóm alatt ott lesz a hivatkozás, hogy hol hallgathatjátok meg a, a, a világ nyakleves nélkül ö, című videót, és érdemes meghallgatni, hogy, hogy az az ember, aki egyik videójában a nyaklevesnek az iszonyatos pártfogója, és hogy ezt vissza kell állítani a nevelésünkben, az oktatási rendszerbe, a gyámügynél mindenhol vissza kell állítani, hogy ezt elfogadják, mert ez nem a buzus, ő szerinte, és olyan dolgokra mondja ki, hogy azért van iskolai bántalmazás, mert a liberálisok, meg a neomarxisták bemennek érzékenyíteni, hogy a gyerekek bántsák egymást. És hivatkozik az Imre arra, hogy a régi kultúra tudta kezelni a bántalmazást, mert volt egy mért céljuk. Nem lehetett, hogy a faluk közösségéből kizártak volna valakit, vagy lenéztek volna embereket. Nem volt megengedett semmilyen csúfolódás. A tanár és a tanítósa lehetett ilyen másokat degralál, ledegraláló, sem megvető a felnőttek mindig példák voltak arra a gyerekeknek, hogy hogy kell viselkedni egymással. Azt mondja, hogy az összes felmenő falusi tanító volt, a régi értelmiségiek, ők vitték a hátukon az egész közösséget. Pontosan tudom, hogy hogy működött ez az értékrend átadás, meg ez, a, ez, a, ez az egész gyerekbántalmazás. És a Nyakleveses videójában azt mondja, hogy hogy vannak még, tehát hogy vannak még, van még sok régi vágású pedagógus, akire a nyakleves ügybe számítani lehet, mert a pedagógus és a szülőnek képesnek lenni kell arra, hogy szeretetbe burkolva a szigort ö, használja. Az ember faragás nemes céljára a nyaklevest a bántalmazást. Tehát vannak még régi vágású pedagógusok. És akkor azt mondja a másik videójában, hogy be a pedagógus régen nem bántalmazott. Tehát, hogy nem volt megengedve a csúfolódás, nem volt megengedve a kirekesztés, nem volt megengedve a bántalmazás, mert. Ö, Tudták kezelni régen azt, hogy a gyerek fegyelmezetlen volt, vagy rendetlen volt, vagy, vagy bármilyen volt. És akkor azt mondja, hogy tehát a szülők, meg a pedagógusok, meg az értelmiségiek régen példát mutattak. És ez a példa példa volt arra, hogy megkövetelhessék minden egyes felnőttől, hogy tiszteljék és becsüljék egymást, és hogy nincs személyválogatás. És azt mondja a Jakleveses videójában, illetve ebben a, az előző videóban is, hogy nagyon sok hülye gyerek és nagyon sok hülye szülő van. Most mi ez, ha nem verbális bántalmazás? A, az, hogy hülyének nevezem a szülőtársakat, hülyének nevezem a gyerekeket, az bántalmazás. Nem kell ahhoz, hogy valaki pofon vágja a másikat. Elég, ha csak ilyen véleménnyel van róla. És azt mondja a bedő, hogy ő tudja, hogy, hogy régen ezt nem csinálták, és, és ő, ő, tehát az ő felmenői példát mutatta, kerkölcsileg, értékileg, férfiasságban, mindenbe, és hogy, hogy régen kezelték ezt, hogy, hogy, hogy tudták, hogy nem szabad csúfolódni, nem szabad kivetni a, az embereket. És azt mondja, hogy, hogy meg kell követelni, hogy ez a nyakleveses kulturális keret meglegyen. Már az óvodába ki kell szorítani azokat a szülőket, akik. Tehát akik másképp nevelik a gyermeket, mint, mint ez a nyakleveses téma, mert ők nem férnek bele, tehát a szülői engedékenység nem fér bele egy óvodai közösségbe. A leghülyébbek ö, ö, leordítják a többieket. Hogy, ö, tehát, hogy egyre hülyébek a szülők, a hülye gyerekek hülye szülei a hülye gyerekeikhez felzárkóznak és lenyomják a, a, többieket, lenyomják a pedagógusokat. Nem lehet ezekkel semmire se menni. Aztán a szülői közösségben a normálisak bezzek csendben vannak. A legerőszakosabbak a leghülyébbek. És pont azok mondják a legnagyobb hanggal a Tehát ő, aki azt mondja, hogy régen sem volt szabad a magyar kultúrában úgy beszélni, úgy viselkedni, hogy a másikat kiközösítem, megcsúfolom, megszégyenítem. Nem lehetett a falu közösségéből kizárni. Nem volt megengedett semmilyen csúfolódás. Nem lehetett a tanító, a tanár, nem lehetett lefitymáló és megvető. Akkor ő, mint sok nemzedékre visszamenőleges, értelmiségi, pedagógus soknak a leszármazottja. Akkor ő elvileg nem tanulta meg ezt, ővel de nem tudták megtanítani a felmenői, hogy ő hogy viselkedjen, hogy gondolkozzon és hogy beszéljen. Ha ő mindenkit lehülyéz, és mindenkire azt mondja a szülőkre, a gyerekekre, hogy ők hülyék. Tehát vannak ők. A nem liberálisok, nem neomarxisták a tökéletesek, vannak ők, akik ők mindent jól tudnak, és vannak a, a hülyék, akik nem állnak be a rendszerbe, akik nem állnak be a sorba, akik nem tagozódnak be egy hierarchiába, aminek, ők vannak az élén. Mert azt mondja, hogy, hogy nagyon fontos az, hogy, a, a, hogy hogy legyen valaki, aki mondjuk szülértekezleten fellépezek. Ezek ellen a nagyhangú, hülye szülők ellen, és akkor azt mondja a többi csendben lévő ember, hogy végre valaki, valaki, aki mögé be lehet sorakozni. Tehát itt ez az a lényeg, hogy ő mögéjük be lehessen sorakozni. Hogy ők legyenek a vezetők. És a, mire akarja ő vezetni az embereket? Mire akarja ö, kényszeríteni a szülőket? Az, hogy nem fél bele semmilyen engedékenység, nem fér bele az, hogy a gyerek az egy individuum, egy egyéniség, hanem ez a kocka fejed van, fiam, és állj be a kockarendszerbe, és csináld a kocka szabályokat, csak ezt lehet alkalmazni. És azt mondja, hogy nincs kulturális egyesség, hogy ugyanazt a szabályt ugyanúgy értelmezzük, és ugyanúgy megköveteljük. Kemény kulturális korlátok kellenek, és azt kell a szülőkre, a gyerekekre rákényszeríteni. Minden, tehát legyenek olyan szabályok, amiket mereven, embertelenül, szeretetlenül ki kell kényszeríteni, hogy azokat betartsák, mert az a jó ember, aki betagozódik a közösségbe, aki tudja, aki betartja, aki egy éve egyszer elég nyaklevest leverni, és akkor emlékezni fog rá. És azt is mondja a, az Imre, hogy, hogy tehát kell egy határozott erkölcsi értékrendbeli valami, ami mentén meg lehet indokolni, hogy a gyerek miért kap ki, miért adnak neki nyaklevest, miért kényszerítik bele a sok hülyeségbe, miért nem lehet önálló véleménye, miért nem lehet egyéniség, individuum, miért nem fejlődhet természetének megfelelően, azért, mert vannak felnőttek, vannak ilyen kockafejű emberek, akik, akik a, tehát, pszichikailag nem tudják elfogadni azt, hogy hogy igenis a közösség egyénekből áll, és a közösség jóléte az egyének jólététől függ. Olyan nincs, hogy a közösség jól van, az egyén, meg szarul érzi magát. Ahol az egyén szarul érzi magát, ott a közösség is szarul fogja érezni magát, mert valahol lyuk van a rendszeren és szelel. És a vedőimre nagy um, elánnal hoz fel egy példát arra, hogy hogy van egy nagyszerű könyv. Ez a Nyakleves antalógiája. Egy csíkszeredai pedagógus írta, aki 20 valahány történeten keresztül azt ecseteli, hogy az ő gyerek és fiatal korában, amikor elcsattant egy nyakleves, akkor mi történt. És azt mondja a bedőimre, hogy, hogy, hogy vegyétek meg ezt a könyvet. Tehát a nyakleves antológiája, vegyék meg. Én letöltöttem ezt a könyvet, és szórakoztam vele egy kicsit, és bele-bele olvasgattam. A történetekből elég sokat elolvastam, és én is ajánlom mindenkinek. Ajánlom mindenkinek, mert a nagy lóránt, aki ezt leírta, nagyon bölcsen leírta azt is, hogy milyen körülmények között mit tettek és mit kaptak érte. És az is le van írva, hogy a, a, az ő fiatal, gyerek és fiatal korában az akkori ö, rendszer, az akkori politikai rendszer hogy működött, a családok hogy működtek, a családban milyen rendszerek voltak, ki volt a vezető, ki nem, ki hogy büntette a másikat. Azt is leírja a Nagy Lóránt, hogy, hogy viselkedtek a gyerekek az iskolában, a középiskolában, a katonasságnál, a munkahelyen nagyon sok, sok helyen leírja azt, hogy milyen a valóság, ami nem egyezik meg a bedőféle tökéletes, régi kultúrás nem valósággal. Leírja azt is, hogy milyen volt a gyereknevelés, mennyit verekedtek, mennyit csúfolódtak, mennyire trágárul beszéltek egymással a gyerekek. Aztán a felnőttek a gyerekekkel milyen trágáról beszéltek, a szülők a gyerekekkel milyen trágáról beszéltek, a katonasságnál milyen ocsmánybeszédek folytak. A, a foci meccsen, a nem tudom én hol, az a valóság, ami abban a könyvben le van írva, az, ami a bedőféle videókban van, hogy ez a régi kultúra, az micsoda szuper volt, és fel van háborodva a, a, a bedőimre, hogy hogy mert a tudósok, a szociológusok kivették annak a kultúrának a legalját, a moslékját, és hogy ezt mindig felszínre hozzák, hogy miért nem a legjobb részeket vették ki. Azért, mert sajnos az emberi történelem olyan, hogy sokkal több benne a legalja és a moslék, mint a szép részek. Sokkal több a háború, az emberkínzás, a, a tömegnyomor, a betegség, a járvány, az éhezés, a szegénység, a nélkülözés, a lebutítás sokkal több, mint az emberi színvonalnak a felemenése. És az, amit a nagy Lóránt leírt az ő könyvében, az a szintiszta valóságot mutatja be. Azt a valóságot, amiben volt verés, verekedés, büntetés, nyakleves, pofoszkódás, szíjalverés, bottalverés, nem tudom én, mit csináltak a felnőttek, és, és amilyen Drágár beszédek vannak leírva, hogy egymás között hogy kommunikáltak az emberek, és érdekes módon a nagy lóránt pedagógus, és mint pedagógus, mint értelmiségi, lényegesnek látta, hogy leírja a valóságnak a csúcságát, az aljasságát, az, az ocsmányságát, akkor nem értem, hogy ö, miért kell egyeseknek pedig kiszépíteni és rózsaszín felhőt építeni egy egy nem létező ö, régi kulturális valamiből. Azt tudni kell, hogy a, a kultúránknak, amit mi kultúrának ö, nem mondunk, hanem amit vertek, hogy ez a kultúra, ez a régi fajta patriarchális felfogás, ez mind valóban megvolt férfi uralom a nő felett, az apa tulajdonának tekintette a lánygyereket, meg egyáltalán a gyerekeket. Nem nézte semmibe a feleségét. Bántalmazások voltak, akár a gazdagok részéről a szegények felé, akár a szegény családokban egymás között, de a gazdag családokban is biztos, hogy voltak családtagverések, meg szidalmazások, meg, meg kitiltások, meg kirekesztések. Tehát vannak, akik egy olyan csodálatos népi kultúrát akarnak elénk tárni, aminek nincs ősi gyökere. Hiába mondják azt, hogy több ezer évre visszamenőleg. Nézzük már meg a történelmünket, hogy hány fajta háború volt, hány fajta nép jött be, hány fajta leigázó ö, nép, népfajta jött, akikkel keveredett a magyar, hogy a külföldi kultúra meg a magyar kultúra, mennyire összekeveredett, akár nyelvezetébe, szokásrendszerébe, építészetébe, zeneileg. Ezeket nem lehet külön választani. És ott van az is, hogy a, ezt a, a nagy népies kultúrát, ezt igazából az a politikai rendszer tette központivá, amelyik... Így akarja az egységet megteremteni, hogy ez micsoda csodálatos volt, milyen jó dolgok voltak abba benne, de hogy abba mennyi volt a szegénység, az elnyomás, a betegség, ezeket nem nagyon hangoztatják. Vagy ha szóba is kerül, akkor túl van rózsaszínnezve, túl van fényesítve. És amikor a médiában azt látjuk és azt halljuk, hogy, hogy az igazság, el van ferdítve, akkor arra is gondolnunk kell, hogy a fiatalok, a fiataljaink, a gyerekeink, az unokáink nem igazán tartják létszükségletnek, hogy a régi világ dolgai szerint éljenek, hogy nátpálcával verjék őket, meg a sarokba álljanak, meg ahogy le volt írva a Nagy Lóránt könyvébe, a, a nyakleveses könyvbe, hogy, hogy pecsétgyűrűvel dupla pecsét gyűrűvel verték a fejét a gyereknek, meg a, a az arcát, meg a nem tudom mi miét. És hogy, hogy szíjjal verték a gyereket. Tehát ezt eleve nem akarja a, a fiatalság követni. Ők másképp szeretnék a gyerekeiket nevelni. Valóban más világot szeretnének teremteni a maguknak és a saját gyerekeiknek. És nem érzik azt, hogy, hogy össze kellene fogni az ilyen értékeket való és ilyen értékeket képviselő régiekkel. Mert ez borzalom. Borzalom a sok háború, borzalom a, a népírtás, borzalom az, hogy hogy mindenki mindenki ellen, az ocsmányságok, az álmánykodások. Persze, hogy ezzel nem akar közösséget vállalni a mostani fiatalságnak a, a, a nagy része. És ha jól megnézzük, hogy azok az évek, ha csak az... Ez, ezertől nézem is. Az ezerrel, tehát az egyessel kezdődő évezred, az, az, egy férfi energiás, autokratikus, erőszakos, másokat lenyomó, uralkodni akaró, egoista, narcisztikus, büntető energiát képvisel. De már most 2024-ben vagyunk. És a 2000-ből is már 24 évet, 24, évet éljük. És a kettes az egy lágyabb, nőiesebb, otthonteremtőbb, szeretetteljesebb, másokra figyelő, másokat gondozó, másokat óvó, védő energia. Most itt akárhogy fognak egyesek tiltakozni az ellen, hogy mert az ezer éves kultúránkat, meg a több ezer éves visszamenőleg, és valamit hozzuk az ezer valamennyit hozzuk ide 2000-be. 2000 kétezer az ezer évig kettessel fog kezdődni. Majd a 3000 ezerbe fogunk hármassal kezdődni, a, 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 annak a, az évezerednek az energiája. Most kettessel, és akárhogy tiltakoznak ezek az emberek, ezer évig akkor is kettessel fog kezdődni. És azt fogjuk mondani, hogy 2000. 2100 valamennyi, 2500 valamennyi, akkor is a női energia lesz benne, és akkor is a szeretet, a látság, az egymásra való odafigyelés, az individuum, az egyéni kibontakozásnak a lehetősége. Kár tiltakozni ellene. Ezer évig úgyis ez lesz. Visszatérve a gyereknevelésre, folytatom tovább, hogy Úgymond a rendetlen gyerek, aki nem akarja betartani a szabályokat, vagy legalábbis amit a felnőttek szabályoknak vélnek, hogy azok mit csinálnak ezzel a világgal, nagyon ö, érdekesen és nagyon ö, elgondolkodhatóan fogalmazza meg bedőimre, és azért elgondolkodható, mert igazából egyrészt felelőssé tette az iskolai bántalmazásért, vagy a bántalmazásért a liberálisokat, neomarxistákat, másrészt felelőssé teszi a gyerekeket azért, és ezt mondja, hogy a gyerekek, tehát a rendetlen gyerekek kibillentik a világ egyensúlyát, és a legtermészetesebb módja az egyensúly visszaállításának az, hogy elcsattan egy nyakleves. Enélkül kibillent dolog maradna az egész, és senki nem tudja, hogy mit kezdjen vele, mindenkit bizonytalanságba tartana. A szülőknek, pedagógusoknak volt egy fantasztikus eszköze arra, hogy energiát spóroljanak meg, ezt hívták nyaklevesnek. Ezt elvették, és ezért minden sokkal nehezebb, semmi nem működik. Több ezer évig a nyakleves hatékonyan működtette a világot, és ez nem, nem verés, hanem inkább megalázás. Tehát egyrészt felelősét teszi a gyerekeket, hogy Kibelentik a világot az egyensúlyából, és csak a nyaklevessel lehet visszabillenteni. Másrészt pedig, hogy ez e, e, igazából enélkül, a nyakleves nélkül, a bántalmazás nélkül semmi nem működik. Minden sokkal nehezebb. Tehát egyszerűen nem tud a felnőtt mit kezdeni azzal, hogy a gyerek e, valamit nem jól csinál, vagy esetleg dühös, e, valami miatt agresszív. Nem tudja kideríteni? Nem tudja megbeszélni a gyerekkel? Nem tud odafigyelni rá? Nem tudja a helyzeteket bemutatni, elmagyarázni? Nem tud rá jó példát adni, hogy ilyen helyzetben hogy kellene csinálni? Vagy megérteni azt, hogy miért teszi az a gyerek azt a szabályszegést, rendetlenkedést, vagy agresszivitást, amit tesz? Hanem a gyerek kibillenti a világot, mert mindennek úgy kell Precízen, pontosan kockáról kockára menni, mert az csak úgy lehet, sehogy máshogy nem lehet. És ha valami eltér és valami változik, akkor az már kibillenés. Azzal már nem lehet mit kezdeni. Ott azt mondja, hogy hogy ott minden össze van zavarodva, és bizonytalanság van. Tehát igazából a bedőimre a változástól fél. Attól fél, hogy az ő rendszere, amit ő felépített magába gyerekkorától mostanáig, hogy e ezen a rendszeren változtatni kell. Attól fél, hogy neki is alkalmazkodni kell a közösséghez. És akkor, ha ő nem alkalmazkodik, vagy be kell, hogy vallja, hogy nem tud alkalmazkodni, akkor ő is közösségképtelen, mint ahogy a gyerekekre vagy a fiatalokra kimondja, hogy közösségképtelenek. És igazából, hogyha ő is közösségképtelen, és nem tud a szabályhoz alkalmazkodni, és a, a fantasztikus eszköz volt a nyakleves, akkor, akkor ez, ez a fantasztikus eszköz, akkor ez oda is érvényes, hogy akkor a, a, a kibillent felnőtteket is ezzel lehet visszabillenteni? Ez csak úgy most mellékesen eszembe jutott, és megkérdezem és azt mondja, hogy, hogy a, a, tehát maga a rendetlen gyerek, akivel nem lehet bírni, az ki van billenve. Nem lehet velük kommunikálni, mert nincsenek következményeik a tetteiknek. Határok nélkül bizonytalanok, és össze-vissza kóvájuknak ezek a gyerekek, és erejüket fitoktatják. Hát akkor a, a szülő hogy neveli, a gyerekeket gyerekét össze-vissza engedi, hogy kóvá össze-vissza engedi, hogy tévejegjen. Ha otthon olyan mintát lát a családban, apától, anyától, nem fog kóvájogni. Nem fog össze-vissza tévejegni. Nem lesz kibillent. Ha a családban egyensúly van, a gyerekbe is lesz egyensúly. Vagy próbál a felé törekedni, hogy ne billentse ki az egyensúlyt, mert az egyensúly az neki biztonságot fog jelenteni. És azt mondja, hogy ki az, aki erőfeszítést tesz az ilyen gyerekekért? A leghülyébb gyerekek a végzik a leghülyébb terrort. Tehát már itt is megszégyeníti, megalázza, megcsúfolja, kigunyolja, kirekezti azokat a gyerekeket, akiknek valamilyen ö, magatartás problémájuk van, vagy akiket például nem értünk. És azt mondja, hogy romhalmaz életű gyerekeket teremtünk. Hát itt ez a lényeg az egészbe. Romhalmaz életű gyerekeket teremtünk. Mi teremtjük. Mi, a felnőttek, a szülők, a nagyszülők, az ősök, a rokonok, a környezet. Mi teremtjük meg a romhalmaz életű gyerekeket. És ez nagyon igaz. Ez, ezzel maximálisan egyet tudok érteni. Megteremtjük, és tovább folytatja a vedő, hogy megteremtjük a gyermek ellenességet. Ugyanis a... a a videóban azt mondja, hogy ma már a fiatalok között, meg a gyerekek között elterjedt az a nézet, hogy az ő gyerekei is azzal mennek haza, hogy, hogy azt mondják, hogy a szülőknek ki kell halni ahhoz, hogy jobb nemzedék legyen. Most, hogyha megnézzük a bedőimre összes nyilatkozatát, vagy a nagy részét, meg a videóit, mindenhol az van, hogy ő mit gondol a dolgokról. Nem az van, hogy tényleg az lenne a valóság. Nem ő mit gondol, mit eszelt ki, mit agyalt ki? mit rágott meg a dolgokról. És azt mondja, hogy a, hogy megteremtjük a gyermek ellenességet és megteremtjük azt is, hogy sokan nem akarnak gyerekeket, nem akarnak gyerekeket, és akinek nincs családja, az majd nem akar családot ezek miatt, a gyerekek miatt. Azt mondja, hogy ha ilyen a család, akkor neki nem kell. Meglátják a gyerekeket, és azt mondja, hogy én soha az életben nem vállalok gyereket. Ez egy embertelen, nehéz feladat. Tehát a nyakleves nélküliség megteremti a családtól és a gyerektől való félelmet. És ez nem társadalmi szinten van. Nem mi bennünk van ez a félelem. Mert ha megnézzük, hogy hány embernek van gyereke, azért vállaltuk, mert tudtuk, hogy mivel jár. Azért neveljük, mert szeretjük őket, és azért próbáljuk egyensúlyba tartani, hogy ne legyen romhalmaz az életük. De aki így gondolkodik, ahogy a bedőimre gondolkodik, hogy kitermeljük a családellenességet, meg a gyerek ellenességet, és hogy hogy ez micsoda ö, hatalmas nagy erő befektetéssel jár, milyen embertelenül nehéz. Tehát a gyerekvállalás, a gyereknevelés az embertelen. Értitek? Ha valaki embertelen, akkor úgy is fogja nevelni a gyerekét. És akkor azt fogja mondani, hogy, hogy jó eszköz, a verés, jó eszköz, a maflás a nyakleves. És akkor gondolkozzunk már el, hogy kik mennek, ki megy érzékenyíteni az iskolába? A liberális, aki támogatja az egyéni, az individuumnak a fejlődését. Támogatja azt, hogy annyi szabadság legyen, amennyi nem árt a másiknak, a másikkal együttműködve. A neomarxistákról nem tudok mit mondani, mert igazából annyira nem vagyok itt ilyen nagy. Marx és egyéb, nem tudom, milyen tanoknak a, a nyomon követője, és hülyeséget meg nem akarok mondani. De nem érzékenyíteni mennek az iskolákba, sőt, nem megy senki az iskolákba. Az oktatást megzavarni nem lehet, hogy csak úgy bemegyek és érzékenyítek. Ezt ő végzi, ezt az érzékenyítést. Ő Ő mondja ki ezt, hogy családellenesség, gyerekellenesség embertelen dolog a gyereknevelés. Megteremti a családtól és a gyerektől való félelmet. Ez ő benne van. Ez az iszonyatos nagy félelem, ez nem a társadalmi emberekben vannak. Nem a közösségi emberekben vannak, hanem ő benne van. Hogy miért fél ennyire a családtól, meg a gyerekneveléstől, nem tudom. Lehet, hogy nem volt rá elég érett, vagy nem így gondolta, hanem úgy gondolta, hogy el is mondja, hogy a férfiakat belekényszerítik a házasságba, és hogyha a belekényszerítés már nem tetszik a férfinak a házasságba, akkor angolosan lelép, mert nem ő akarta az egészet. Lehet, hogy valahol itt van az egésznek a gyökere. És azt mondja, hogy nem csak a. a Felnőttek érzik úgy, hogy családellenesség, meg gyerekellenesség, meg hogy milyen szörnyű gyereket nevelni, hanem azt mondja, hogy a gyerekek ma azt látják, hogy otthon valami szörnyű dolog van, és tudat alatt bevésődik, hogyha majd felnőtté válik, akkor a munka lesz a sikerek, örömök helye, az otthon pedig a véget nem érő, kiégett viták terepe. Egy hihetetlenül rossz minte öröklődik át, és ez arra is kihat, hogyan alakul később a párválasztás, családalapítás. A tudatalattiban az jelenik meg, hogy mindenhol jó, de a családi lét szörnyű. Inkább hagyjuk. Nem kell óriási kutatásokat végezni, pszichológusok hadát kérdezni. Már száz évvel ezelőtt is így gondolkodtak az emberek ezt is csak a bedőimre mondja, hogy a gyerek azt látja otthon, hogy a családi élet, az otthon az szörnyű, hogy az otthon nem az örömöknek a helye, hanem a véget nem érő, kéget vitáknak a terepe. Ezt nem mondja a gyerek. A gyerek eleinte isteníti anyát meg apát, mert tőlük függ. A saját otthonát tekinti a, a csúcsnak, a világ közepének. Nehogy már egy két-három éves gyerek, vagy egy hat éves gyerek azt mondja, hogy szörnyű hely, mert itt csak majd a munka az lesz a siker, meg az örömök helye. Hát hol van még az eszébe egy gyereknek, hogy ő munkahelyre fog járni? Hol van még az eszébe az, hogy, hogy a családi életen kívül valami más is van, ami szép és jó lehet? Ez is csak az előadó fejébe születik, meg ezek a jóslatok. És az, amit ő, ő itt ilyen ő, jóslás formájába próbál, vagy ő, igen, próbál ránk erőltetni, hogy ugye azt mondják hogy a, fiatalok, a gyerekek, hogy majd ha mi kihalunk, a szülők nemzedéke kihal, akkor majd jobb világ lesz. Ezt sem mások mondják. Ezt már a Bedőimre 2023. március elején elmondta a videójában, és mondta most januárban megint. Tehát nem innen-onnan hallja a gyerekektől. Már ő elmondta. És valószínűleg nem azt mondták a gyerekei, hogy ezt hallják másoktól, hogy hogy erre, erre kell várni a fiataloknak, hogy erre vannak érzékenyítve, hanem valószínűleg azt mondták neki, hogy apa, azt mondtad, hogy te mondtad, hogy, hogy az öregek csak gátjai a fejlődésnek, hogy az öregek állnak útjába a, a fiatalabb nemzedéknek. És te mondtad, hogy ha majd az öregek kihalnak, akkor egy jobb világ lesz. Nem pedig másoktól. És hogy miért van az, hogy azt mondja a bedőimre, hogy ez meg van írva meg a konferenciákon? Porzasztó egyszerű magyarázata van. Le van írva az általa adott interjúkba, cikkekbe, a könyvébe, könyveibe, és elmondja az előadásai, elmondja a konferenciákon, ahogy ő mondja a nagystílű szöveggel. Ő maga írja le, ő maga mondja el, és mindezt másnak tulajdonítja. Ez nem, nem méltó egy férfias értékeket, értékrendet, erkölcsi, nem tudom én mit valló egyénhez aki vezető akar lenni, közösségeket akar létrehozni, aki, aki megrágja a falatot az embereknek a szájába, hogy ezt tegyétek. Akkor legalább minőségi megrágott falatot adna, ne ilyen ö, mesterségesen generált, nem életszerű dolgokat, ilyen konzerv dolgokat próbál mindenkivel megetetni, ahogy ő mondja. És. Ö, még szeretnék nektek nagyon tanulságos dolgot felolvasni, amire érzékenyít még a férfiak klubjában elhangzó sok-sok videó, hogy, hogy például még ezt mondja, hogy a férfiak nagyon sok olyan üzenetet kapnak a médiából, hogy különösebben nincs rájuk szükség, a nők is tudnak pénzt keresni és el tudják tartani a családot mint hogyha gyerekek kis állatok lennének, akiket növelni és nem nevelni kell. Tehát ez is egyfajta érzékenyítés, hogy ez üljön meg a fejekbe, hogy nincs a férfiakra szükség, mert a nők mindent megcsinálnak. A gyerekek meg kis állatkák. Aztán mond még nagyon sok olyan dolgot, ami, ami felháborító is, meg amire azt mondja az ember, hogy hogy ez is egyfajta érzékenyítés, ezt is bele akarja verni a gondolatvilágunkba. Azt mondja például, hogy férfi és nő gyilkos versenyeztetésben vannak, és ebben mind beledöglünk, ilyen szépen. Vagy hogyha a fiatalok nem hajlandók őket meghallgatni, nem hajlandók csatlakozni, akkor az, az idősebbeknek már mindegy, úgy, ahogy ellesznek, de a fiatalok bele fognak dögleni az életükbe. Hát ez mind szeretetbe burkolt gyerek és fiatal nevelés. Ez mind, mind, mind olyan dolog, amit nem a liberálisok csinálnak, meg nem a neomarxisták. Ezek az ő videóiban hangzanak el, az ő interjúiban vannak ott leírva, megfogalmazva. Ezeket mindet meg lehet találni az interneten, és mindegyikre rá lehet keresni, és mindegyiket el lehet olvasni amit nagyon fontosnak tartok még, az, hogy hogy azt is mondja a, ez a videó, hogy tehát ugye ez elmondja azt, hogy mennyire régen, mennyire nem így volt, mennyire tudták pontosan, és nem verték a, a, a gyerekeket, és mennyire értékrend és láncolat, és továbbadva az értékeket, meg a meg a nem tudom még micsodákat a, a, a következő nemzedéknek, de abban az időben is, és figyeljetek, ha akkor is megtették a gyerekek, ami tilos volt a régi kultúrában, és akkor is megtették, ha nem látták, és meg, ö, megtették, hogy csúfolták, vagy megverték a másikat. Tehát akkor is megtették. Tehát amikor tilos volt ő szerinte, akkor is a régi kultúrában, magyarul a gyerek kiátszotta a felnőtte, ezt, ezt mondja, és akkor is volt csúfolódás, meg volt verekedés, meg volt megalázás, meg kirekesztés. Mégis a videó közepén az bizonygatja, hogy ilyen régen nem volt. Ez, ez Tuti, hogy nem volt, mert az ő ősei ö, nem ö, ö, ezt hagyományozták, nem, ne, nem így csinálták, mert ő Tuti biztos benne, hogy tudja, hogy ezt hogy kellett megcsinálni és azt mondja, hogy tehát elmondja, hogy, hogy milyen erősnek és keménynek kell lenni, hogy oda kell, hogy álljanak a többiek mögénk, és ki kell szorítani a, a, az engedékenyeket, meg a hülyéket, meg az ilyeneket, meg az olyanokat, meg keményen, bekeményítve, és akkor tudja, hogy sikere fogjuk vinni a, a nevelést, és mindenki meg fog, be fog hódolni nekünk. Ha ezt tesszük, és keményen, és nyaklevest alkalmazva, maflást alkalmazva, azt visszahelyezve a nevelési eszköztárba, akkor, akkor milyen remek nemzedéket fogunk mi nevelni, mert rajtunk áll, hogy, hogy amilyen gyereket nevelünk, majd olyan lesz a jövő is. És a másik szavába pedig azt mondja, hogy a gyerekek nem hallgatnak ránk, bántalmazó környezetben vannak, akárhogy neveljük a gyermekünket, mégis más gyerekek jönnek ki, mert akkora ráhatásuk a ráhatásuk a liberálisoknak meg a neomarxistáknak. Tehát egyik szavába mi vagyunk a kemények, és keményítsünk, a másik szavába a gyerek nem hallgat ránk, mert bántalmazó környezetben van, ebbe viszont igaza van, mert akit bántalmaznak, ott az állat sem hallgat a gazdájára, arra, aki bántalmazza. Tehát ha a jószágot bántalmazunk, az is engedetlen lesz. Ha gyereket bántalmazzuk, az is engedetlen lesz. Ez, ez így. Ez így rendben van, csak ami utána jön, az nem oké. Okay. Akárhogy neveljük a gyermekünket, mégis más gyerek jön ki. Magyarul bármilyen erkölcsi rendet, értékrendet, nem tudom én mit fogunk itt betartatni, mondja a bedőimre, ezek szerint, úgyis más gyerek jön ki, hát akkor mi a tököm akárminek kell nevelni a gyereket? Akkor ez nem megint egy liberális, vagy nem tudom én milyen felfogás? hogy bármit csinál a szülő. Az a szerencsétlen, aki el van fáradva, és azt mondja a gyereknek, hogy, hogy jó van, már hagyjál, már csak hallgass. Mert, mert így, így, így gondolkozik. És hogy majd, majd Tehát nekünk nincs ráhatásunk a gyerekre, bármit teszünk. Jönnek a, a, mit tudom én, milyen modern szervezetek, és akkor janicsárokat nevelnek a gyerekeinkből, akik a mi asztalunknál lesznek meg a mi házunkban, a mi pénzünkön élnek. És akkor itt ez a lényeg, a gyerekre költeni kell, a gyerekkel foglalkozni kell, a gyerekben energiát kell fektetni. Ez egy óriási félelmet vált ki egyes emberekben, és úgy, tehát nincs ráhatása a gyerekre, mert a más ideológiák, más nézetek, más felfogások ö, mást hoznak ki a gyerekből. És ö, most gondoljatok bele, hogyha egy gyerek, gyereket otthon vernek rendszeresen, megfélemlítenek, ilyen kockafejű szabályokkal tömik tele őket, és azoknak kell megfelelni, mert ha nem, akkor rossz vagy, fiam. Ha sapka van rajtad, akkor is kapsz egy nyaklevest. Ha nincs rajta sapka, akkor is kapsz egy nyaklevest. Ha ebbe a élnek, akkor persze, hogy nagyon örülnek egy olyan közegnek, egy olyan közösségnek, egy olyan baráti társaságnak ahol nem kell félni, nem kell szorongani, ahol tényleg van szeretet, elismerés, megbecsülés, van támogatás, van segítség, odafigyelés a másikra, van támogatás, de ahol csak ez a janicsár képzés van, amit a bedőimre is van, abban nincs semmi szeretet. Még akkor is, ha azt mondja, hogy szeretet csomagolt. És nem abuzus a, bán, a nyakleves, hanem szeretetbe csomagolt, erkölcsi, értékrendi, mit tudom én, milyen eszköztárónak a része. Tehát, akármilyen keményen keménykedik valaki a nagy, erkölcsös, nem tudom én, milyen nagy szigorával, ha szeretet nincsen én bennem, mondja az egykorintus, és egy levél, akkor semmi vagyok. Hiába beszélek angyalok nyelvén, hiába profétálok, hiába szólok nyelveken, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Lehet bennem törvény, szabály, keménykedés, ilyen rend, olyan rend, amolyan nem tudom én micsoda. Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ugye megmarad a hit remény szeretete három, e három közül Legnagyobb a szeretet. És olyan csodálatosan fel van írva, hogy a szeretet mit nem csinál, meg mit csinál. Nem irítkedik, nem kérkedik, nem rója fel a gonoszt, nem. Ö, egy csomó minden nem csinál. Együtt törül az igazsággal, együtt ö, tevékenykedik a másikkal, mert ez a szeretet, és nem ez a szeretet, hogy a fiam, varagok belőled egy embert. És szegény gyermek élete végéig azokat a sebeket, azokat a sérüléseket fogja viselni, amit belefaragtak a lelkébe, a pszichéjébe, mert embert faragtam belőled. Ez volt a lényeg, hogy faragjak, megmutassam, hogy én milyen kemény, keménykedő és erős és akarat, akaratomat kézben tartó, összabályozó, vasmar, életemet vasmarokkal irányító, kegyetlen valaki vagyok. De hol van ebbe a szeretet? És zárszónak még annyit szeretnék elmondani, hogy azt mondja, hogy ez is egy interjújában van Bedő Imrének benne, hogy egyre többször elmélekedtem azon, hogy a világ értékrendje miért kezd annyira fellazulni. Az adott szónak miért nincs becsülete, a gazemberek miért mondják azt elnézően, hogy ügyes, ez ellen kellene tenni valamit, méghozzá a társadalom felébresztésével. És lényeg, arra a következtetésre jutottam, hogy csak úgy lehet normális világot építeni, ha mi magunk kezdünk el változni, nem várhatunk a politikára, a cégekre, a másik emberre. Később találtam rá Gandhi szavaira, ami valójában az én hitvallásom is, is Légy te a változás, amit látni akarsz a világban. Vagyis legyek én a változás, amit látni akarok a világban. Ne a gyereket kezdjük el erőszakkal, nyaklevessel és egyébben faricsálni, hanem magunkon kezdjük elő, előbb a változást, és akkor meg fogjuk látni hogy mennyire másképp fogjuk látni a gyereknek a viselkedését, történéseit, az agresszióját, a rendetlenkedését, mert meg fogjuk látni azt, hogy mi hogy járulunk hozzá, hogy ez kiváltódjék a gyerekből, és akkor megértjük azt is, hogy valóban mi, a szülők, a környezet, mi nevelünk belőlük lelki roncsokat. Remélem, hogy nem a rossz példát akarjátok követni, és én nem akarom azt, hogy itt engemet vagy az én gondolataimat itt bárki is kövesse, meg támogassa. Nem ez a célom ezekkel a figyelő vagy kommentelő videókkal. Nem is az a célom, hogy itt én most bárkit is szekáljak, vagy kipellengérezzek, hanem az, hogy felhívna a figyelmet arra, hogy mennyire megpróbálják az elménket átmosni, átírni benne azokat a természetes jó dolgokat, amiket hozunk magunkkal, ami velünk született, csak az ilyen felfogások, ezek a keménykedő valamik, ezek mind elnyomják. Mert ott van bennünk a szeretet, ott van bennünk a hit, ott van bennünk a remény, ott van bennünk az, hogy segíteni a másiknak. Az altruizmus, az empátia, ott van a, a, az, hogy vágyunk a közösségre, vágyunk a közösség nyújtotta a biztonságra, vágyunk arra, hogy kiteljesedhessünk. Vágyunk arra, hogy a kiteljesedésünkkel egy közösséget szolgáljuk. Szolgáljunk, hogy, hogy egymásnak a segítésére, a fejlődésére lehessünk. Erre vágyunk, ez van bennünk nem arra, hogy kockafejünként egymás mellé állva milliméterre passzoljunk egymáshoz, mert mindenki úgy gondolkodik, és mindenki úgy tesz, és mi lenne, ha minden, minden lány úgy gondolkodna, mint minden fiú, minden fiú, meg minden lány úgy gondolkodna. Tiszta káosz lenne a világban, hogy ha, ha, ha egyet kinevezünk normának, hogy az a normális, ahogy a, fiú, ahogy a fiú él, meg gondolkodik. És a lányoknak is úgy kellene. Vagy csak az a normális, amit a lányok gondolnak és élnek, és a fiúknak is azt kellene. Ez pont ugyanolyan, amit a férfiak klubjának a videóiban hallunk. Egy keret, egy szögletes valami, és abból nem engedünk, mert ha szavunkat adtuk, akkor azt keményen meg kell csinálni. Ajánlom a figyelmetekbe ezt a Nagy Lóránd féle nyakleves anatómiája című könyvet, mert nagyon nagyon jól leírja, hogy mennyi verés, mennyi agresszió és mennyi gyalázatos dolog van ebben a világban, és hogy nem szépíthetjük a, a múltat. Nem szépíthetjük a múltat, mert van egy nagyon érdekes dolog a ala, magyar alaptörvényben, amire igazából még most lettem figyelmes, ahogy egy kicsikét kutatgattam benne, hogy azok a régi dolgok, amik voltak, az embertelenség, a háborúk, a... A, a munkatáborok, a, az igazságtalan büntetések, vagyonelkobzás és egyebek. Hogy igaz, hogy úgy van, hogy ezek elítélendőek, és felelősséggel tartoznak azok a vagyonukból, akik kárt okoztak a másiknak, és kötelesek lennének az okozott kárjukat megtéríteni, és mondjuk annyival csökkentett nyugdíjat, vagy annyival csökkentett magánvagyont kapnának és akiktől elvették, vagy kárt okoztak, vagy elhurcolták valahova, vagy megölték őket, akkor azoknak, vagy hozzátartozóiknak kártérítést adjanak. De mégis van egy olyan rész, hogy nem tudom én mennyi idő után ez elévül. Tehát igaz, hogy vannak a múltba felelősök, igaz, hogy szarul csináltak az emberek, a nemzedékek a múltba egy csomó mindent. Fel is hány mondjuk is, Ó, de hagyjuk ez elévült, és akkor mostantól kezdve majd mi megmutatjuk, hogy hogy tudjuk. Holott csak azt fogjuk tovább vinni, amit hoztunk a múltból, amit megtanítottak nekünk, amit láttunk. És ahhoz kell a tudatosság, ahhoz kell az akarat, ahhoz kell az önfegyelem, hogy azt mondjuk, hogy na, álljon meg a menet, mert az, ami volt, az nem jó, és tényleg én magam kezdek el változni, másképp gondolkozni, másképp látni az embereket, nem ellenségként, hanem ahogy Jézus mondja, hogy ti testvérek vagytok, ti egy atyának vagytok a gyermekei, ezt az egységet látni, és azt, hogy ahogy Jézus mondja, hogy a régi törvény szerint szemet szemét fogad fogért, de én új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Nem azt mondja, hogy adjatok nyaklevest, meg verjétek, meg, meg, nem tudom mi, mit csináljatok. Egymást szeressétek. Ez az új törvény. Nem az az új törvény, amit mi itt emberileg szabunk, hanem az az új törvény, amit Jézus adott. És amikor mi ezt az, a, tehát Például itt a, a férfiak klubjában is elhangzik az, hogy, hogy először a közösségi törvényeket kell betartani, aztán pedig a természeti törvényekhez kell alkalmazkodnunk. Hát ez egy óriási tévedés, mert először természeti törvényekhez kell megtanulni, alkalmazkodni, és hogyha tudom uralni magam a természetben, és tudok úgy élni, hogy ne károsítsam azt, illetve azt az élőhelyet, ami másnak is élőhelye, meg majd az utódaimnak is élőhelye lesz, akkor vagyok én közösségképes, mert magamon kívül másokra is tudok gondolni, másokért is tudok élni, tudok tenni, és másokért is tudok lemondani olyan dolgokról, ami sem nekik, sem nekem nem válik az előnyünkre. Tehát nem a közösségképesség az első dolog, és mert utána alkalmazkodjunk a törvényhez, a természeti törvényhez, hanem az első, hogy alkalmazkodok az Isten által létrehozott világnak a rendjéhez, ha azt be tudom tartani, akkor közösségképes vagyok. Akár tartozok közösségbe, akár nem akkor is földi értelemben lehet, hogy nem vagyok egy közösségnek se a tagja, de tagja vagyok a családnak, már az is egy közösség. Férj-feleség, az is egy közösség. Férj-feleség, gyerekek, az ugye az a család, a gyere, a közösség. És akkor erről is az hangzik, hogy a férfi, a nő, meg a gyereknek a, a kapcsolata az nem család. Hogy a történelemben sose volt család a férfi-nő, meg a gyerek kapcsolata. Az ember esze megáll, mikor ilyeneket hall, és, és ezek vannak, ilyenek vannak benne, ezekben az előadásokban, interjúkban, cikkekben, könyvekben és egyebekben, videókban. Tehát annyira fals dolgok, hogy, hogy észpontóan. Vagy amikor arról van szó, hogy a maszlovi piramison a legaljára be kell tenni a közösség mert az sokkal fontosabb, mint az evés, hívás, a levegő, a nem tudom, elszaporodás szaporodás is, egyebek. Közösség képesség. Még meg se született az enyém, még, még, levegőt se vett, még nem is élt, még nem is táplálkozott. De már közösségi törvényeket kell betartani. Hát felhívom a figyelmet rá, hogy ez a közösség képesség, a közösség, a biztonság, a család, a közösséghez barátokhoz való tartozás. Ez ott van a harmadik szinten. A harmadikon, nem az elsőn. Az első a természeti törvények szerint való élés. És a harmadikon van a közösségi kép képesség. Nem előzheti meg a, a gondolkozási folyamat a neki kiszabott rendet. Vagy úgy gondolkozik, ahogy a természeti isteni törvény adja, vagy tényleg akkora káosz van a világban, amilyen káoszt bizonyos emberek csak teremteni tudnak. És különösképpen vannak emberek, akik minden szavukkal, minden megnyilvánulásukkal, és minden gondolatukkal iszonyatosan összetudják zavarni az embereket. És ezek az emberek nem jól működnek, nem jól gondolkodnak, patológiásan működnek, patológiásan gondolkodnak, téveszmések, rögeszmések, kényszeresek, és náluk bölcsebbek. Hiába mondják nekik, hogy nem jó az, amit képviselsz, nem jó úgy, ahogy látod a világot. Mégsem akar, és mégsem, ő azt mondja, hogy nem tud rajta változtatni. Holott ő maga mondja el, hogy ő legyen a változás, amit látni akar a világban. És amikor ennyire ellenmondásos dolgokat hallottok, tapasztaltok, amikor egyik videóban, jobbra a másikba, balra a harmadikba, keverd össze a negyedikbe, fölé, alá és egyebek, és ott vagy, mint a, a bántalmazó kapcsolatnál egy gázlángozásba, hogy már azt se tudod, ki vagy, azt se tudod, hogy fiú vagy, vagy lány vagy, vagy mit kell csinálod, mit nem, hogy gondolkozz, hogy nem, egyik nap ez a jó, másik nap az a jó, harmadik nap már semmi nem jó. De amikor ezt tapasztalod egy előadás után, vagy egy, egy videó után, vagy egy, egy, egy média cikk, vagy megjelenés után, hogy iszonyatos nagy káosz, iszonyatos nagy szorongás, és iszonyatos nagy félelem van benned, akkor gondolj arra, hogy borzasztó módon gázlángoznak. És aki gázlángozik, annak célja van veled. Az manipulál az tébolyt akar, az káoszt akar, ahogy elhangzik a, a férfiak klubjában, hogy ez az egész olyan diabolikus, olyan ördögi, olyan rafinált. Mert a diabolosz, az ördög, az szétdobál, széthaít. Hát ez a lényeg, hogy széthajítsák, szétdobálják a tiszta gondolatainkat, és a maguk javára a szennyes dolgokat úgy bekeverjék benénk, hogy a végén már nem tudjuk, hogy mi az igazság, és mi nem az igazság. És ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolog. Addig kell észbe kapni, és addig kell odafigyelni a jelekre, a kimondott dolgokra, gondolatokra, amíg még világosan tudunk látni. Én azt mondom, hogy legyél te a világosság legyélte a só. De vigyázz! Ha elalszik a lángod, ha izetlenné válik a só, akkor már nem tudod betölteni a feladatodat. feladatodat. Köszönöm, hogy velem voltál, ha tetszett, kérek, lájkold, like megiratkozz fel a csatornámra, és vállak a, Nárklub, a Life Szia, legyen szép napod!